Sziasztok! Üdvözletem minden a Nagy Alagúton, gyalogosról, itt a sinek alatt. Itt a Szabolcs utca és a Podmaniszki utca között. Hát mióta megcsinálták, felújították, nem voltam itt, hát most néven nézni. Egyébként Herba pont tegnap lakott fel róla a videót, de hát most nekem úgyis erre volt dolga, gondoltam, megnézem én is. Át is megyek majd rajta mindjárt. Én még emlékszem arra, milyen lepukkat volt. Meg volt, hát nem egy hosszú időszak, de volt, amikor itt a környéken dolgoztam, aztán hetente többször is itt kellett átjöjjek. Hát nem, majd mindjárt megnézzük akkor, hogy mit ültek benne. Még emlékszem arra a lemezre is, ami ott középen volt, hogy biciklivel keresztében úgy csattok ott, mint az ítélet. Talán még videóm is van róla, amikor még itt áttekertem rajta. Na, menjünk. És itt van a reklám is, látjátok, elkészült az alagút. Látjátok, középen az a vaslemez megszűnt, amelyik nagyon csattogott, akár gyalog, akár biciklivel mentünk rá. De ugye, hogy ezek a csíkok miért vannak itt, azt nem tudom. És az lommából graffitizve. Itt azt hiszem, hogy most talán Majkának az egyik klipjébe is benne van ez az alagút. Na, ott például nagyon jól látszik a máshol nem is, hogy nézett ki korábban. Ugye most adták át nemrég, úgyhogy most még tiszta. Kíváncsi leszek majd úgy egy év múlva, hogy akkor is ilyen tiszta lesz. Nem látok kamerákat. Mert pedig ide egyet-kettőt igazán rakhattak volna. Kamera nélkül tartok tőle, hogy nem telik el egy év, és ugyanúgy rommá lesz hirkálva, mint ahogy volt. És itt a vége. Egy filka már most is van. És akkor így néz ki a másik oldalról. Egyébként tényleg jól megcsinálták össze ezt a lámpás részét is, hogy biciklivel tökéletesen járható most. Jó, és egyébként igen, ott van egy kamera. Tehát legalább az egyik bejárható őrzik. Hát másikra nem figyeltem, lehet, hogy ott is van, majd mindjárt visszamegyek és megnézem. Fényképeket még amúgy is fogok csinálni. És ugye ott is van egy kamera, tehát a másik oldalt is figyelik az alagutat, csak az alagútban nincs kamera. Így legalább a két bejárata a szemmel van tartva. Hát itt a másik oldalt nincsen. És hát akkor ez ennyi lett volna, ez egy ilyen kis rövid vlog videó. Ezek a csíkok nem tudom mire valók itt. Alagútban is vannak és mind a két kijáratánál vannak. De ez nem tudom mire való. Vagy szerintem a díszítésen kívül van-e valami egyéb funkciója. De hát az ennyi lett volna akkor az a rövid vlog videó, majd találkozunk legközelebb. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!